a szőlő a 37-esen. Top 100 gazdasági díját adó Miskolcon. Erkárpáti Péter tartott előadás Gesztályban. Köszöntöm a Globa Televízió nézőit advent második vasárnapján. Zöld Janikó Noémi vagyok. Átadták a forgalom számára az új harangot Bekegy szakaszt, a főút jobb, illetve bal pályáján mindkét sávját, mintegy 10 kilométeres sávot november 28-án. A teljes beruházás még nem készült el. 2023. áprilisára tehető a projekt befejezése. Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, NIF ZRT útfejlesztési igazgatója hangsúlyozta, hogy elkészült a főútnak a teljes keresztelvénye, mind a két pálya, a szallakorlátok, elválasztó sávok, és felszerelték a fényvédő hálót. Azonban december 9-ig még további munkákat végeznek. Ütemtárnak megfelelően haladtak a kivitelezés során. Újabb nagy lépést tettek a szerencsiek, és a térségben élők nagy álma váljon valóra ezzel a beruházással. Befejezték az úgynevezett zenélő útburkolat kialakítását is, amit 513 méter hosszan, 80 km per óra sebességgel végighaladva az Érika szőlő dallamát hallhatják az utazók. A NIF ZRT útfejlesztési igazgatója kiemelte, hogy a projekt teljes befejezése 2023. áprilisra tehető. Addig ez az útszakasz munkaterület marad, és a kétszer-két sávos megnyitást követően is 70 km per óra sebességkorlátozás megmarad, ezt követően 90 km per óra lesz a sebességhatár, de a cél a projekt befejezése után 110 km per óra. A fejlesztés további műszaki különlegességeket is magával hordoz ezen a szakaszon, hiszen befejeztek mintegy 500 méter hosszan acélháló beépítését kísérleti jelleggel, amely Magyarországon ilyen hosszan a 37-esen valósulhatott meg elsőként. A kivitelezés a végéhez közeledik. 2023. áprilisra a befejezése a tárideje a Gesztály-Szerencs közötti 19 kilométeres négy sávosításnak itt a 37-es számú főúton. A mai napon az Újharangod és a Bekecsi körforgalom közötti mintegy 10 kilométeres szakaszon nyílik meg a kétszer-két sávos közlekedésnek a lehetősége, és december 9-ével pedig a teljes 19 kilométeren ugyanezt tudjuk majd biztosítani. A projekt igazából nagyon szép állapotot fest. Inkább azt mondanám, hogy mi az, amik hátra vannak. A körforgalmak környezetében még útburkolati prizmák elhelyezése, szalakorlátok képítése, fényvédő lamellák és fényvédő háló telepítése, valamint a hófúvás elleni kerítéseknek a képítése zajlik most. A műszaki átadás átvételi járások zajlanak a közművek tekintetében, és a próbaüzeme zajlik a közvilágításnak a körforgalmak környezetében. A projekt magába foglal, ahogy említettem, négy körforgalomnak a megépítését, átépítését, ezek mind betonburkolatú felülettel készültek el. Magában foglal több különlegességet. A szakmai érdekesség a rúdmes acélháló, amely két aszfaltréteg közé került beépítésre 500 méter hosszon. Magyarországon ilyen főúti környezetben ilyen hosszon még soha nem épült. Ettől a nyomvájú képződés elleni nagyobb védelmet várunk ettől a hálótól, és most a labor körülmények követően most éles tesztelése meg fog történni itt a 37-es számú főúton. Kiépítésre került a körforgalmak közvilágításánál az úgynevezett okos közvilágítási rendszer, amely a beálladásokat érzékelve fogja a teljesítményt változtatni, a fényerőt felemelni, illetve lecsökkenteni, ezzel elég komoly energia megspórolására lesz lehetőség. És hát a legnagyobb különlegessége a zenélő út, amit mögöttünk pár száz méterre kezdődik, ahol a 513 méter hosszan a gyerekkorunk egyik népdalának a dallama, a Érika szőlő csendül majd föl mindenki számára, aki erre a rázó burkolatra rámegy, 80 km per órás sebességgel adja ki úgy gondolom tökéletesen a dallamot, amit majd most minden itt lévő kipróbált. Így fordulunk bele a jövő évbe, 23 áprilisáig. December 9-ig után meg lesz nyitva végig a kétszer-két sáv, de szeretném kihangsúlyozni, áprilisig ez munkaterület marad, emiatt a sebességkorlátozás fenntartása továbbra is érvényben lesz, hiszen mozgóterelések megjelenhetnek még a szakaszon a áprilisi befejezési határidőig.
Kon Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy a következő 100 év szempontjából is fontos ez a beruházás, hiszen az utókornak is egy olyan fejlesztés valósul meg, ami egy lábnyomot hagy az unokáinknak, és erre büszkék lehetünk. 2021-ben kezdődtek az építkezések. Másfél év alatt ott tartunk, hogy a 19 kilométeres szakaszból már 10 kilométeren lehet használni a 4 sávot. Kiemelte, hogy ez egy nagyon veszélyes szakasz volt, Geszte és Szerencs között. Nyilván a közlekedés biztonság szempontjából is egy kulcskérdés. Zenélő útszakaszt is építettek, ami Magyarországon a második ilyen jellegű projekt, és a dalt egészen kicsikortól kezdve ismerik az emberek. A választás során az egyik szempont volt, hogy Tokaj-hegyaljához is kötődjön. A térség életében ez a legnagyobb dolog. Tényleg édesapám olyan 20 évet küzdött azért, hogy ez megvalósuljon, és tényleg egy csoda. Másfél éve kezdődött el az építkezés, és hát akik itt élünk, láttuk azt, hogy mennyire szépen haladnak ezek a munkálatok, és tényleg azt gondolom, hogy a következő 100 évünket határozza meg. Tehát nyilván ez az unokáinknak, dédunokáinknak is egy olyan érték, amit itt hagyunk, ami szerintem felbecsülhetetlen, és nagyon-nagyon örülök neki. Nyilván a közlekedés biztonság szempontjából ez egy kiemelt beruházás volt. Mi abba bízunk, hogy nyilván azért a versenyképesség a munkahelyek szempontjából is egy nagyon vonzó dolog lesz, hogy egészen Szerencsig már lehet 4 sávon közlekedni. De hát a turizmus szempontjából is abszolút ezt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. És azért Tokaj-hegy aljáról beszélünk. Az a különlegessége a mai napnak, mert ugye ez még gyakorlatilag egy olyan sajtótájékoztató, hogy egy fontos mérföldkőhöz érkezünk, de majd a véglegesen a projekt az áprilisban lesz kész, és ez azért nagyon különleges, mert gyakorlatilag az országon belül a második zenélőút itt készült el nálunk. És hát gyakorlatilag egy olyan népdalról van szó, amely azt gondolom, hogy nagyon szorosan kapcsolódik Tokaj-hegy aljához. Ez az Érika Szőlő című népdal, és tényleg minden korosztály ismeri. Az jutott eszembe erről a népdalról, hogy tényleg olyan, vagyis bízom benne, hogy olyan, mint a Szerencsi csokoládé, hogy tényleg minden korosztály szereti és szeretni fogja. Úgyhogy abba bízom, hogy ezen keresztül is még többen ide fognak látogatni majd, és az itt élők is nagyon szeretni fogják. Emiatt is fontos ez a mai nap, illetve hát amiatt, hogy gyakorlatilag a 19 kilométerből nagyjából egy 10 kilométeren már megindul a 4 sávon való közlekedés, december 9-ig pedig mind a 19 kilométeren, még sebességkorlátozásokkal, de természetesen jövő év tavasszal lesz majd a beruházásnak a teljes átadója. Az átadó ünnepségen jelen volt Nyíri Tibor, Szerencsváros polgármestere, aki örömét fejezte ki a beruházás megvalósulása kapcsán, és úgy véli, turisztikai szempontból is elengedhetetlen a fejlesztés, és reményét fejezte ki, hogy ennek a projektnek köszönhetően még többen fognak ellátogatni Szerencsre és térségébe. Minden tanulmány és minden más helyen történt hasonló megvalósulás azt mutatja, hogy mindenféleképpen pozitív hatással van lesz a Szerencsen élőkre. Már települt oda olyan vállalkozás Szerencse, aki az egyik legfontosabb indokként azt mondta, hogy a 2x2 sávon való elérés az egyik legfontosabb indok, amikor valamilyen vállalkozás kiválasztja, hogy oda települjön. Reméljük, hogy a elkészülő ipari parkunk, illetve a Szerencsi lehetőségek még jobban fel fogják kelteni azoknak az érdeklődését, akik azban gondolkodnak, hogy valahol vidéken keresnek maguknak telephelyet, illetve olyan helyet, ahol letelepednek. Ezen kívül ma az idő nagyon fontos, hogy mennyi idő alatt él el például a turista Budapestről vagy a Dunántúlról, mennyire könnyen jól lehet közlekedni. A kormány kiemelt célterületnek tekinti Tokaj-hegy alját, ahova az elmúlt években szép számmal is érkeztek vendégek. Szépen fejlődik a térség, így a turizmusban is, a bor turizmusban is arra számítunk, hogy növekedni fog a ide érkező embereknek a száma, és hát rendezvényekbe is. Lásd legutóbb Zemplén Rally, amelyre jó esély van, hogy jövőre folytatódik. Minden olyan dolog fontos, az emberek szempontjából is fontos,
hiszen sokkal biztonságosabban lehet lesz közlekedni, gyorsabban és biztonságosabban, ugye elkülönítve a sávok, ez az elmúlt időszakokban történt baleseteket is figyelembe véve, ugye nemrég történt ezen az útszakon is egy 5 halálos áldozatot követelő súlyos közlekedési baleset. Reméljük ezeknek a száma minimálisra fog csökkenni ezáltal, hogy biztonságossá válik az út. Tehát az út szinte mindent jelent, ami az úttal kapcsolatban hozható, az mind javulni, fejlődni és előre mutatni fog a jövőbe. A dal választása az egy egyszerű dal, amit talán a mai nemzeték is tud dúdolni, mert azt tapasztalom, hogy az iskolában egyre kevesebb népdalt kell megtanulni, de talán ezt óvodában megtanulják, tehát jó a dalválasztás. A másik pedig minél több ilyen apróságnak tűnő dolog van, annál inkább, amikor döntenek, hogy na hova menjünk, mármint a turistákról beszélünk, akkor ezek az apróságok is számítanak, a különlegességek is számítanak, mert ott maradnak az agyba, amikor meghozzák a végső döntést, hogy na akkor induljunk el Tokaj-hegy alja felé. Szerintem jó választás volt, és kifejezetten az, hogy a 67-es út után a 37-es út következik, ebben a dalban, az kifejezetten egy nagyon jó dolog ismételten. Az esemény végén az új harangadi csomópontnál megnyitották az útszakaszt a közlekedőknek. A teljes útszakaszt decemberben adják át a forgalom részére. 17. alkalommal rendezték meg a Top 100 gazdasági díjátadót Miskolcon november 17-én. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Adó és Vámigazgatósága és az Észak-Magyarország Napilap együttműködésében minden évben elkészül a Top 100 kiadvány, amely a megye gazdaságát értékeli. A cégeket az elmúlt évben elért sikereik alapján rangsorolják. 7 vállalkozás került ki idén a Top 100 kiadványból, és helyükre 7 újabb cég lépett. Dr. Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megye főispánja beszédében kiemelte, hogy a jelenlévők nap mint nap megtapasztalják, hogy a gazdaság mozgatórugója a verseny, és ezért a változás folyamatos és szükségszerű is. Ha ebből a szempontból nézzük, a megyei top 100 csak egy pillanatnyi helyzet, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sokkal több, mint ez egy változói rangsor, ugyanis rávilágít azokra az erőfeszítésekre, célokra és annak a több százezer ember munkájára, akik eredményeik mögött állnak. A megye a jelenlévő vállalkozók segítségével óriási utat tett meg az elmúlt 10-12 évben. 17%-os munkanélküliség, hiányos infrastruktúra és általános bizalmatlanság jellemezte a kiinduló pontot. Ehhez képest az elmúlt években végrehajtották a legnagyobb vállalkozásfejlesztési programját. Egy évtized alatt 77%-kal nőtt az ipar teljesítménye, és még az energiaválság közepén is tartani tudják a hazai 6%-os munkanélküliségi rátát. 100 megyei sikert ünnepeltek, és azokat, akik a siker mozgatói, elhivatottságukkal, tenni akarásukkal, és mindazokat a munkavállalókat, akik a siker érdekében a háttérben dolgoznak, hangsúlyozta Alakszai Zoltán. Csákó Attila, az Észak-Magyarország Napilap főszerkesztője úgy vélte, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági elitjét ünneplik a top 100-at. Kalapot emelni nem csak ezért a teljesítmény előtt kell, hanem azért is, mert egy meglehetősen nehéz pályán érték ezt el. A résztvevők munkája példaértékű, méghozzá azért, mert munkahelyeket teremtenek, lehetőségeket adnak mérnököknek, szakmunkásoknak, emelte ki Csákó Attila. A főszerkesztő szerint a sikerhez kitartás, szorgalom, szerencse és a tudás elengedhetetlen. Vállalkozók esetében az is szerencsés, ha jóisten megáldotta őket egy kis vállalkozói mentalitással ahhoz, hogy sikeresek tudjanak lenni. Hát a 2021-es év, mert ugye erről szól a Top 100 rendezvény és a kiadvány, egy erős megyei ipar képét mutatja. Jellemzően az ipari cégek viszik a legjobb helyeket, ez majd ki fog derülni rövidesen, és úgy ítélem meg, hogy ebben a Covid utáni, de háborús, inflációs, energiaválság világában is
a megyei ipara erős és túl fogja élni ezt a megpróbáltatást. A kereskedelem típusú szervezetek erősödése látszik, és egy picit az élelmiszeripar enyhe visszaesése tapasztalható. Tehát összességében van, de nem jelentős szerkezeti módosulás, és hát a miskolci járás központi szerepe egy picit tovább erősödött. Gyakorlatilag a vállalati pozíciók 50%-át a miskolci járásból adják. Hát erősödött Csátoraljaújhely, szinten van Mezőkövesd, szinten van Szerencs, a Tiszaújváros, Kazincbarcika, mint vegyipari központok, azok értelemszerűen erős talapzatai a megyei gazdaságnak, és a periférián pedig az összes többi, ez nem kevés, mert ugye 6-ot, 7-et soroltam fel, és a többi azok sajnos minimális részvétellel jelennek meg a top 100 kimutatásokban. 17 éve csináljuk ezt a rendezvényt, tehát ez már több, mint hagyomány, ez talán a életünk mindennapjává válik. Ugye a megye gazdaságának a 80%-át nagyjából ez a kör adja, az exportnak majdnem 100%-át, tehát egy olyan vállalatcsoportról beszélünk, amely meghatározza, hogy itt a megyében milyen kulturális egyéb fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre, és nyilván az országos hozzájárulás is jelentős, és ezen kívül azt tartom fontosnak az elismerésen túl, hogy egy olyan kiadvány készül, amelyik egész biztos hiánypótló, mert összegzi a gazdasági folyamatokat, tendenciákat, és lehetőséget teremt arra, hogy ezt bárki megismerje, angol nyelvre is lefordítjuk, tehát ezt promotáljuk szerte a világban. A Primet a vegyipar és a feldolgozóipar, azon belül is a gépipar és a járműgyártáshoz köthető ipari területek viszik. Ők a legerősebbek, de nyilván beruházási teljesítmény függően az építőipar is jelentős produkcióval tud ehhez hozzájárulni. Úgyhogy az elektronikai ipar egyre dominánsabb és erősebb, tehát ez ma már azért elég széles paletta, amelyik a megye gazdasági szerkezetét jellemzi. A vegyiparban a MOL Petrolkémia gyakorlatilag a legnagyobb beruházását hajtotta végre a poliol üzem megvalósításával. Ez azt jelenti, hogy Magyarország abszolút vegyipari központja a mi megyénk. Hasonlóképpen a Borsodkem is komoly fejlesztéseken ment át, és azt gondolom, hogy a többi feldolgozó gépiparhoz tartozó nagyobb és kisebb vállalkozások is potenciális fejlesztéseket hajtottak végre, és hát meg kell jegyeznem a turizmust, amelyik adottságai adódóan nem az ipar méreteiben, de lehetőségeiben mindenféleképpen egy komoly húzóerő lesz. A rendezvényen előadást tartott Tálai András, a pénzügyminisztérium miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár a gazdaság jelenlegi helyzetéről. Ismertette, 2012-től sikerült a gazdaságot egy növekvő pályára állítani, és majdnem egy évtizedet tudnak a hátuk mögött nagyon szép jó eredményekkel, legyen az országos vagy egy-egy vállalkozás eredménye. Kiemelte, hogy a COVID-járvány nagyon váratlan és ismeretlen volt az egész ország világ számára. Tálai András úgy véli, sikeresen át tudták vészelni ezt az időszakot, jelentősebb munkanélküli mutatók nélkül és a gazdasági visszaesése nélkül sikerült ezt megvalósítani. Jelenleg az orosz-ukrán háború miatt kialakult szankciós Európai Uniós politika, energiaválság és infláció nehezíti a gazdaságot. Az elmúlt 3 évben 2% körül volt az infláció, várhatóan januárba fog tetőzni, és az azt követő csökkenés 2023 év végére és 24-re várható 5%-os alatti inflációt szeretne Magyarország kormánya, emelte ki Tálai András. Kovácsné Fesz Csilla, a NAV Borsod-Abolcs-Zemplén megyei adó- és vámigazgatóság igazgatója számokban elemezte és mutatta be a jelenlegi trendeket. A megyénkben működő adóalanyok száma 84 000 fő vagy cég,
Ennek meghatározó része 38%-ban az úgynevezett adószámos magánszemélyek, akik gazdasági tevékenységet folytatnak, de adószámhoz kötött a tevékenységük. A másik két nagy csoport az egyéni vállalkozók, illetve a gazdálkodó szervezetek arányaiban ugyanolyan nagyságot képviselnek. A gazdálkodó szervezeteken belül társas vállalkozások, non-profit szervezetek mellett a költségvetési szervek természetesen nem társasági adóbevallást adnak be. Viszont 50 000 főnek adnak valamilyen formában munkát a megyébe, és ezzel 2021-es évben közel 23 milliárd forinttal járultak hozzá a megyei adóbevételek teljesítéséhez, hangsúlyozta a NAV igazgatója. Bihal Tamás, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke kiemelte, hogy a megye gazdasága tovább fejlődött az elmúlt években, és fontosnak nevezte a kiadványt, hiszen hasznos információkkal szolgál. Kiemelte, hogy a magazin harmadát a NAV elemzése teszi ki, rengeteg információval, konkrét számmal összehasonlítható elemzésekkel. A második részben a Központi Statisztikai Hivatal mutatta be a 2022 második negyedévén túl a gazdasági elemzéseket, és a kamara is megbeszéli ezeket az eredményeket. Ebben a kritikus helyzetben tagozati üléseket szervez a kamara. Mind kérdőívekkel, mind személyes kommunikációval próbálják mérni a helyzetet a vállalatok mérése alapján. Romló tendenciák vannak, a turisztika, az építőipar és a kisboltok lesznek még nehéz helyzetben, itt elengedhetetlen lesz a segítség. A megyei iparát stabilnak látja Bihal Tamás a jelenlegi működésében. Főkő László ügyvezető igazgató a Robert Bosch Power-tól KFT eredményeit és sikerességeit ismertette. Bemutatta az elmúlt 20 évben történő változások, fejlesztéseket a cég életében, amelyeket végrehajtottak. A cég 2002-ben kézi szerszámok gyártására alakult meg, és azóta folyamatos fejlesztésen ment át a vállalat. Egyszerű, gyártó, termelő telephelyről, fejlesztési tevékenységekkel, kutatásfejlesztésekben való részvétellel olyan technológiai központ alakult a cég, hogy gyakorlatilag az üzletágon belül ők lettek a meghatározó tudás hordozói bizonyos területeken, emelte ki Fűkő László. Idén a Top 100 gazdasági díjat Marton Zsombor, a MOL Petrokémia ZRT vezérigazgatója vehette át. Ezt követően kiosztásra került a Top 100 magazin a megjelent vállalkozók között. Az egykori cukorgyár bejárata melletti területen 2021 őszén letették Szerencs várhatóan újabb kedvelt helyének, a látványcukrászdának az alapkövét. Az építkezés a tervek szerint halad, és a jövő év második felére elkészül. A tulajdonos egyedülálló turisztikai attrakcióval készül, hiszen nem csak sütemények vásárlására lesz alkalmas a hely, hanem étteremként, látványcukrászdaként is működik majd, és drive lehetőséget is biztosít a betérő vendégeknek. A Szerencsi cukrászda és látványmanufaktúra egy olyan beruházás, amelyhez két rész tartozik. Az ingatlanon található három kisebb régi épület, amely örökségvédelem alatt áll. A tervek szerint az új és régi épületeket összekötik, és egységesen fognak működni. Az építési engedélyt az építésügyi és örökségvédelmi hivatal adta ki. Négy restaurátor segítségével dolgoznak, akik segítik a régebbi épület felújítását. 2017. januárjában fogalmazódott meg bennünk az a kérdés, hogy telephelyváltásra alkalmas a cégünk. Azt gondoltuk, hogy igen, és egy hosszas előkészület után, már majdnem 6 év eltelt, 2021 őszén volt az alapkőletételünk, és azóta az építési engedély után megkezdtük a munkálatokat és a bontást. Ez 22. júliusában volt. Hát itt korábban volt egy kerékpár, tároló, volt korábban rengeteg olyan beton alépítmény, amit muszáj volt elbontanunk és ledarálnunk. Gyakorlatilag a mostani állapot a következő, alapozási munkálatok készen vannak, és éppen a falazás tegnap fejeződött be. Ebben az épületben cukrászati tevékenységet és konyhai tevékenységet is fogunk folytatni. Ez azt jelenti, hogy hétköznapi menüket is lehet kóstolni, vásárolni, illetve a klasszikus cukrászat, amivel foglalkozik a családunk ide, és tovább már 35 éve. Ami egyedülálló lesz majd ebbe az épületbe, ebbe a gasztronómiai egységbe, az egy látványmanufaktúra. Egy üvegfalon keresztül fogjuk tudni bemutatni a cukrászati tevékenységet is, ami egy kicsit egyedülállóvá teszi az épületet, hogy drive-in szolgáltatást is mellé teszünk, ami egy ablakon való kiszolgálást fog jelenteni. 8 ingatlan néztem meg 17 januárjában, és ez volt a legalkalmasabb, ahova közműveket ide tudjuk csoportosítani, elegendő helyet biztosít, ezt tudtuk egyáltalán megvásárolni, és erre építettük fel az ötletünket.
Befejezés várhatóan jövő év nyár és jövő év karácsony között valamikor. Én azt gondolom, hogy az idő, ahogy engedi, mi nagy lendülettel építkezünk, és meglátjuk, hogy mikor tudjuk befejezni. Ez a projekt egy turisztikai attrakció, és valami plusz szolgáltatást gondoltunk mellé tenni, ami a hétköznapi kiszolgálást, hétköznapi vendéglátást egy kicsit meghaladja, és majd szimpatikus lesz a vásárlóknak. Csak a klasszikus forgalomról beszélünk, itt óránként 700 és 900 autó halad el mellettünk, és valóban egy nagyon frekventált főútvonal mellett kezdtük el a munkálatainkat. Ez tudatos tervezés volt. Nem volt véletlen az, hogy körülbelül egy 10 tervezővel dolgoztunk eddig, és nagyon hosszas volt az előkészítői munka, ami ez idáig egy 5 évig tartott, de az a lényeg, hogy elindultunk és csináljuk. Az épületkomplexum 100-120 fő befogadására lesz alkalmas. Az étlapon még nem gondolkodtak, de szeretnének mindenféleképpen valami egyedit alkotni a vendégeiknek. A drive lehetőség is egyedülálló térségünkben, hiszen egy cukrászdánál, étteremnél nem jellemző ez a funkció. A tervek szerint a jövő év második felére elkészülhet a beruházás. Sajtótájékoztatót tartott a Miskolci Nemzeti Színház a jövő évvel kapcsolatban november 22-én Miskolcon. Miskolc megyei jogú város polgármesteri hivatala és a Miskolci Nemzeti Színház közösen kérte a város lakóit, cégeit, hogy fogjanak össze és adományok által segítse a teátrum fennmaradását. Veres Pál, Miskolc polgármestere kiemelte, hogy a város ismét megmutatta, hogy mire képes, hiszen rengetegen támogatták az intézményt. A jelenlegi gazdasági helyzetben a magas energiaárak miatt nagy gondot okoz nyitva tartani akár az óvodákat, akár az iskolákat. Veres Pál fontosnak tartja, hogy ebben a nehéz időszakban kicsit fellélegezhessünk és elfelejthessük gondjaikat egy rövid időre, és erre a legalkalmasabb hely a színház és a kultúra. A jövő évadban lesz 200 éves a Miskolci Nemzeti Színház. 200 évvel ezelőtt is egy közös összefogással jöhetett létre Magyarország első színháza. Készültek vészforgatókönyvvel is arra az esetre, ha nem sikerülne támogatókat találniuk. De ez a teátrum bezárását jelenteni, hangsúlyozta Veres Pál. Háláját és köszönetét fejezte ki az eddigi támogatóknak a polgármester. Ebben a nehéz időben, amikor minden arról szól, hogy takarékoskodjunk, zárjunk be, sötét a jövő, nem tudjuk, hogy az energiárak és a háború még milyen nehézségeket ró majd ránk. Van egy olyan dolog, amiben azt gondolom, hogy melekülhetünk és kapaszkodhatunk, és lehet a reményünk. Ez a kultúra, és azon belül pedig a színház. Mi nagyon büszkék vagyunk a Miskolci Nemzeti Színházra, hiszen mondhatom azt, hogy Magyarország egyik legjobb színháza, nyugodtan mondhatom a vidék legjobb színháza, és éppen a következő évben ünnepli 200 éves évfordulóját. Az, hogy itt a mai Magyarország területén Miskolcon volt az első kőszínház. Azért tartjuk fontosnak fenntartani ezt a lehetőség szerint ezt az évadot teljes egészében is, hogy ne kelljen bezárnunk majd januárban és februárban, hiszen azt gondoljuk, hogy méltatlanok lennénk az ősökre, hogyha nem tennénk meg mindent annak érdekében, hogy így legyen. Példaértékű az az összefogás, ami már megnyilvánult most, hiszen igazgatóról közösen írtunk egy levelet a vállalkozóknak, közzétettük a miskolciak számára azt a kérést és azt a lehetőséget, hogy támogassák a színházat abban, hogy nyitva tudjon maradni. Több mint 200 adományból már közel 10 millió forint gyűjt össze, ami már biztosíthatja azt, hogy januárban biztosan, és reméljük, hogy a további adakozással pedig februárban is nyitva tud maradni majd a színház. Én kérek mindenkit, hogyha teheti, és a szívét meg tudja nyitni, akkor egy kicsit nyissa meg a pénztárcáját is. Annak érdekében, hogy működni tudjon Miskolc valódi büszkesége, egyik valódi büszkesége, a Miskolci Nemzeti Színház. Én imádom a színházat, imádom azt a teljesítményt, és nagyon büszke vagyok arra a társulatra, ami itt Miskolcon van, és büszke vagyok azokra, akik itt azért dolgoznak, hogy Miskolc hangulata kicsit jobb legyen. Fontos a kultúra, hiszen amikor itt a nehézipar fellegvárának kikiáltott városban a nehézipar összeomlott, akkor csak egy módon tudtunk magunkat kiemelni, éppen a kultúra erejével. És amikor az volt egy jelszó, vagy egy ilyen szlogen, hogy a kultúra várost épít, akkor mi ezt komolyan gondoltuk, és azt gondolom, hogy most Miskolc ott van, ahol van, mert a kultúráját meg tudta őrizni. És ezért is fontos számomra, hogy támogassam közvetlenül is a színházat.
Mi közösen tartjuk fenn a színházat, a Báb színházat, illetve a szimfonikus zenekart is az állammal. Ez azt jelenti, hogy megfelezzük a költségeket. Ez nagyságrendileg azért közel 1 milliárd forint összességében, amit a kultúrára költünk minden évben, ami most egy nagy számnak tűnik, de valóban a működéshez normál körülmények között elegendő. Ám az energiaárak, a fűtésárak, a villamosenergia még januártól nem látható ára, olyan nehézségeket támaszt elénk, valamennyiünk elé is, így a színház elé is, amit nem tudjuk, hogy hogyan tudunk meglépni. Összességében sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy 2023-ban a város össz energia többletigénye a mai információink szerint kb. 15-17 milliárd forinttal több, mint az egy évvel ezelőtti volt. Ezt nem tudom, hogy tudjuk majd kigazdálkodni egy 40 milliárdos költségvetés fölé. Én azt gondolom, hogy mindenképpen valamiféle külső beavatkozásra szükség van, külső szerepvállalásra, hogy ez hogy történik, még nem tudom. Minden esetre mi azt gondoljuk, hogy egyik napot a másik után téve kitartunk a végsőkig. Béres Attila, a színház igazgatója, fontosnak vélte példaként felhozni, hogy a budapesti színház most ünnepli 150. évfordulóját. Miskolcon akkor már 50 éve volt ilyen intézmény. Emiatt sem hagyhatják, hogy a Miskolci Nemzeti Színház bezárjon a téli időszakra, és csak tavasszal nyisson ki újra, hiszen ez egy kulturális kincs. Úgy gondolja, hogy a miskolciak sok mindenre büszkék lehetnek, például a környezetükre. Béres Attila elárulta, hogy ő arra a legbüszkébb Miskolcon, hogy itt alakult meg az első színház. Reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is támogatni fogják őket. Meghatónak vélte, hogy eddig több mint 200 adományozó már segített a színház fennmaradásában. Egyszerű képlet, gondoljanak el, hogy ez egy 27 ezer négyzetméteres épület, és mondjuk 10-szeres a távhőára. Tehát ha eddig a színház fizetett x millió forintot, most 10x millió forintot fog fizetni. Ugyanezért eközben még nem tudjuk, hogy a villamosenergia januártól mennyibe kerül. Tehát azt gondolom, hogy abban a helyzetbe került a színház, hogy a működése került veszélybe. A megemelkedett távhőárak miatt a működés, az effektíve napi működése került veszélybe, és nem az, hogy előadásokat tudjunk tartani, maga az került veszélybe, előadásokat tudjunk létrehozni, hogy fent tudjuk tartani a humán erőforrásunkat, hogy megóvjuk ezt a csodálatos épület állagát, tehát irgalmatlan nehézségben vagyunk, ezért fordultunk nézőinkhez, hiszen nem ördögtől való, és főleg nem hagyomány nélküli ez a cselekedetünk, hiszen 200 évvel ezelőtt elődeink úgy építették meg ezt a színházat, hogy forintot forint mellé téve azt mondták, hogy Dériné ne menjen el, Dériné ne fázzon meg, építsünk neki egy színházat, és felépült ez a csoda. Na most azt gondolom, hogy nem lehetséges az, hogy bármilyen gazdasági válság, bármi jön, hogy egy 200 éves nemzeti intézmény Magyarországon az első bezárjon. Ezt nem lehet. Ezt én nem hagyhatom. Én felelősséggel tartozom a 200 évvel ezelőtti miskolciakért. Nem csalódhatnak bennünk. És főleg nem lehet az, hogy ez a csodálatos nézőközönség, aki közel 10 millió forintot már összegyűjtött a színház továbbéléséhez, hogy ő csalódjon. Nem lehet. Kétféleképpen lehet közvetlenül a színházat is támogatni, lehet úgy, hogy a jegypénztárban támogató jegyet vásárol valaki, és lehet a színház alapítványa nyán keresztül támogatni. A színház alapítványának beszédes a neve, Hódolván Táliának, Szolgálunk a hazának, ez a Miskolc Nemzeti Színház alapítványának a neve, a TÁZA alapítványon keresztül, de minden részlet fent van a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, a honlapunkon, és higgyék el, ilyenkor, ahogy ezt 200 évvel ősapáink, szépapáink csinálták, ilyenkor tényleg a legkisebb támogatás és támogatás. Mert néha úgy van az ember, hogy most ha küldök 1000 forintot, az mit segít rajtuk? Sok ezer forint, sok ezer szeretetből gyűl össze az, hogy újra működjön ez a színház. A nézői igény. Tehát valóban elhalasztottunk pár előadásunkat, de csak azért halasztottuk el, hogy,
hogy helyette olyan közönség vonzóbb darabokat mutassunk be, mint az Ének az esőbe. Most azt gondolom, hogy aki este bejön a színházba, nem társadalmi kérdésekkel, nem konfliktusokkal akar szembesülni, hanem egy jót akar röhögni, egy picit ki akar szakadni a valóságból. Ezért választottuk ezeket az új bemutatókat, és a korábban tervezetteket toltuk egy kicsit el. De ennek igazából az az oka, hogy minél többen jöjjenek hozzánk. De ez az első magyar színház. És én ennek az első magyar színháznak lehettem az igazgatója, és én ezt pontosan tudom, ez a színház, vagy az igazgatójeles, ezek mulandó dolgok. A színház örök, az igazgatójeles mulandó. De ez a színház nem az enyém. Ezt a színházat én kölcsön kaptam az unokáimtól. És ugyanúgy kell átadnom nekik, nem tehetem meg. Ez egy felelősségkérdés. Én azt gondolom, hát ilyen beállítottságú vagyok, arra meg külön hálás vagyok, hogy ez a csodaváros befogadott engem. Az ember tényleg miskolcibb lesz, ha befogadják. Tényleg minden macska kövét ismerem, azért, mert kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy meg nagyon megszerettem ezt a közönséget. Ez egy csoda közönség, ami Miskolcon van. 38. előadásra beülök, és ugyanolyan értő, érző, szerető közönséget találok. Ez máshol nagyon nem így van. Az igazgató megígérte, hogy nem fognak bezárni, mert ez a közönség, ami Miskolcon van, nem hasonlítható más közönséghez sem. Abban, ahogy érti és szereti a színházat. Miattuk nem szabad bezárni. Továbbra is várják az adományokat. Halálközeli élményekről szóló könyveiről tartott előadás Erkárpáti Péter november 24-én Gesztályban. A program nem jöhetett volna létre a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár támogatása nélkül. Erkárpáti Péter már korábban is járt a településen, és mindig szívesen tér vissza. A színész életében mindig is fontos szerepet játszott az írás, ezért nem is olyan meglepő, hogy könyvek publikálására adta a fejét. 8 kötetből álló könyvsorozata a halálközeli élményeket dolgozza fel. Nem spirituális az írás, hanem tényeket tartalmaz. Az előadás előtt lehetőségük volt az embereknek könyveket vásárolni és dedikált példányra szert tenni. Az író olyan személyek történeteit írta le, akik visszatértek a klinikai halálból, és emlékeznek arra, mi is történt velük. Az emberek 25-30%-a meséli el élményeit, a többi 75-70%-a nem emlékszik, vagy nem szeretne erről beszélni. Én régóta foglalkozom írással, én annak idején írtam a rádiónak 4 kabarét, hát ez még a 80-as évek végén volt. Írtam forgatókönyveket, színpadi műveket, írtam humoreszkeket, mindenfélét. És természetesen, mivel elég széles az érdeklődési köröm, néhány kötet sikerült erről a különleges élményről is, amivel kapcsolatban most ezt a kedves meghívást kaptam ide Gesztelyre. Most egy ismeretlenesztő előadásra jöttem, és hoztam néhány könyvet, mert úgy vettem észre, hogy járom az országot ezzel az előadással, hogy dedikálásra elég nagy igény van. És a halálközeli élményekről szóló több kötetből hoztam el néhányat, hát ha van olyan érdeklődő, aki behatóbban szeretne ebben az élettani jelenséggel megismerkedni. 17 éves koromban olvastam egy amerikai pszichiáter munkáját, amelyben klinikai halálból visszatért emberek mondták el a különös tapasztalataikat. Aztán utána telt múlt az idő, másfelé vett az életem az irány, és most 10 éve lehetőségem adódott újra felvenni ennek a fonalát, és elkészítettem egy 8 részes dokumentumfilmet erről a különös tapasztalatról, amit halálközeli élménynek hívunk, és ezekből születtek később a könyvek, illetve ezeknek a folyományaiból tulajdonképpen. 3 drámát adták ki kötetben, életrajzi regény van, aztán vannak ilyen jeles nagyjaink, jeles napjaink, ugye, ismert régi történelmi szereplők, Rákóczi, Petőfi, ugye most jön a bicentenáriuma, vagy például Vas Albert munkásságát szedtem össze. Ez az utóbbi 2 kötet egyébként az iskoláknak egy ilyen pedagógiai segédanyagként látott napvilágot. Nem nagyon tudok köztük különbséget tenni, ugye a halálközeli élményekkel kapcsolatos kötetek, azok mindig nagyon érdekesek, izgalmasak az olvasók számára, ráadásul ugye, mivel nem spirituális vagy nem ezoterikus úton közelítettem hozzá, hanem élettani szempontból, ezért aztán elég nagy a keletje, hiszen erről a
dologról, amit úgy hívunk, hogy halál, és mindenki tart tőle teljesen jogosan, legalább megismerhetünk néhány adalékot is, talán ezáltal már nem annyira félelmetes. De ugyanakkor az önéletrajzi kötetemre is nagyon jó visszajelzéseket kaptam mindenkinek, akit ez érdekel. Tehát az előadásaimon vagy a könyvet megvásárlók között ugyanúgy van fiatal felnőtt, mint középkorú. Úgyhogy akinek ez tetszik, akit ez érdekel, aki szeretné, hogyha árnyalódjon a halállal kapcsolatos a verziója, vagy éppen szeretné, hogyha a gyászélmény feldolgozást pozitívan árnyalná a kötetben megfogalmazott információ halmaz, akkor annak mindenképpen. Számtalan magyar honfitársunknak is vannak különös történetei, amit a klinikai halálállapotából visszatérve elmesél az orvosnak, a hozzátartozónak. Ezek egytől egyig végtelenül intim és végtelenül, csúnya szó ez mondjuk a témát illetően, de nagyon izgalmas történetek, amiről beszámolókat hallunk, és hát tulajdonképpen ezek is alkotják a kötet tartalmát, de ugyanakkor Magyarországon felelhető mindenféle világvallás vezetőivel készítettem interjút, pszichiáterekkel, orvosokkal és közéleti személyiségekkel is készítettem interjút, hogy mondják el véleményüket erről a különös témáról. Ha megkérdezné tőlem, hogy szerintem van-e élet a halál után, az lenne a válasz, hogy nem tudom. Az viszont kétségkívül kiderül, hogy a halál után, akár már az emberi test bomlásának kezdetekor, még rejtélyes módon olyan agyi impulzusokat lehet detektálni, mérni, ami összeegyeztethetetlen a mai orvostudomány tanaival, ami mindenképpen különös. Az előadás során sok meghökkentő történetet hallhattak a nézők, amelyeket az író a könyveiből idézett. A program második részében kérdéseket lehetett feltenni az írónak, aki legjobb tudása szerint igyekezett kielégítő válaszsal szolgálni a kérdező számára. Meggyújtották az első adventi gyertyát Mezőzomboron november 27-én. Radó Krisztina beszédjében kiemelte, hogy ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő. Advent, karácsony, szilveszter, új év. Lázas készülődések időszaka áll a küszöbön, de még mielőtt magával sodorna az ilyenkor már szinte megszokottá vált áradat, álljunk meg egy pillanatra, és fordítsuk figyelmünket a lelkünkre. Advent a karácsonyi várakozás ideje. Ez a 4 hetes időszak, amely felvezeti az ünnepet, ráhangol és felkészít mindenkit a karácsonyra, hangsúlyozta Radó Krisztina. Dr. Kont Zsófia, országgyűlési képviselő úgy vélte, a legszebb és a legizgalmasabb dolog az adventi várakozás. A jelenlévőkkel ismertette az adventi koszorú történetét. 1839-ben egy református lelkész hozta létre ezt a jelképet, hogy az általa gondozott gyermekek számára lerövidüljön az idő karácsonyig. Az ő koszorú alapja egy kocsikerék volt, amelyet feldíszített. A mezőzombori Bóbita óvodások és pedagógusai műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Az előadás során Cetőné Hegedűs Aranka, református lelkész, Kont Zsófia és Radó Béla, a település polgármestere közösen gyújtotta meg az első adventi gyertyát. A mezőzombori Bóbita óvodásoknak a műsorért Dr. Kont Zsófia országgyűlési képviselő és Radó Béla mezőzombor polgármestere ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek. Nagy tiszteletű asszony fontosnak vélte emlékeztetni a jelenlévőket, hogy az advent a várakozás, csendesség és az egymásra figyelés időszaka. Kiemelte, hogy már több hete látjuk a kirakatokban, a boltok polcain a karácsonyi díszeket, a kínálatot, és mire elérkezünk az igazi várakozáshoz, az ünnepi időszakhoz, már megszoktuk, nem kelti fel az érdeklődésünket. Ezért is kérte a résztvevőktől, hogy mielőtt elragadná őket a forgatag, szánjunk időt az elcsendesedésére is.
Beszédében hangsúlyozta, hogy nem szabad engednünk, hogy a dolgok értelme vesszen el, ami miatt érdemes küzdeni, hiszen sokkal izgalmasabban fest a világ, ha nem csak arra figyelünk, ami a szemünk előtt van, hanem arra is, ami nem látható. Radó Krisztina a program végén kérte a résztvevőket, hogy otthonaikba vigyék haza a békelángjait, elmélkedjenek nagy tiszteletű asszony szavain, és osszák meg családtagjaikkal az élményeiket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy minden adventi hétvégén szeretettel várnak mindenkit a közös gyertyagyújtásra, amely minden vasárnap 15 órakor kezdődik a település békekertjében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn nagyrészt borult időre van kilátás, akár több helyen is eshet az eső. Mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali 0 plusz 6 fokról 3 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Másnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás, akár több helyen is eshet az eső. Mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali 0 plusz 5 fokról 3 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szerdán szakadozottá, vékonyabbá válhat a felhőzet. Már csak elszóltan fordulhat elő gyenge eső. A délire forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 6, kora délután 4-10 fok között valószínű. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink, a Globa Televízió heti közéleti műsorát, a Globa magazint látták. Új adással legközelebb, december 11-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43. Telefonszámunk 47-es körzet, 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globatv.hu. Elérhetőségeiken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Holnapunkon a globatv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!